Válogatottja egy igazságtalan döntés nyomán maradt le az EB-ről, most új csapattal kezdheti a menetelést a következő kontinens tornára. Mától Telkiben játszanak selejtezőket az U17-es futballisták, a válogatott szövetségi edzője Pisont István pedig nálunk elemzi a kilátásokat, és persze a felnőttek remek törökverései szóba kerül. Szia Pista, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! De hogyha már itt láttuk az előbb ezt a kis filmet Claude Makelleléről, ugye vallott a francia klasszis erről a posztról is. Hadd kérdezzelek meg, hogy keresik ma nálunk erre a labdaszerző, szűrő és abból támadni képes posztra játékosokat külön? Hát egy nagyon fontos szerepkörről van szó a csapat játékot illetően, hiszen ez a játékos egy labda felvevő is a mi szemszögünkben, a mi játékunkban, és a mi játékunk tulajdonképpen egy pozíciós játékra épül, ami az elmozgó rendszere adja azt a flexibilitást, azt a fajta rugalmasságát a csapatnak, amire szüksége van, és ebben ez a szerepkör, ez óriási jelentősége van, hiszen akár a védekezésnél ez egy ilyen úgymond szűrőként van tulajdonképpen ő titulálva, de a labda felvevőnek is, és ebben a szerepkörben egy mélységi, akár a szélességi, akár a mélységi játéknál óriási jelentősége van, illetve a védekezésnél az, hogy ez a játékos le tudja olvasni a játékot, tulajdonképpen egy olyan intelligens, olyan hihetetlen módon érteni kell, éreznie kell azt a játékot, amit az ellenfél ki akar játszani, neki nagyon jó, le kell olvasni ezt a játékot, és ebben a szerepkörben nem is igazából agresszív, hanem igazából egy nagyon értelmes, okos, intelligens futballistára van szükség. Ilyen volt ugye a Guardiola, vagy a Pirlo most jelen esetben az olaszoknál, aki mélységből ezeket a szituációkat észreveszi, és nagyon jó egységbe tudja tartani. Tulajdonképpen az edzőnek az egyik legfontosabb lételeme ez a pozíció, ez a játékos, hogy belülről ő ezt le tudja irányítani. Na de akkor, ha azt akartam volna kérdezni, hogy ki alkalmas erre igazán, akkor erre választ adtál, ehhez tényleg intelligens, meg okos futballistára van szükség. Azért ebből, hogyha igazán jól tudja, kevés van. Igen. Nagyon. Nem okos futballistából, hanem aki erre jó. Nagyon fontos ez a szerepkör, mint korábban mondtam. Igazából neki vannak akár támadó, a mi rendszerünkben, a 4-3-3-at, bár mi nem játékrendszerben gondolkodunk, hanem hozhat a felállásunk egy olyan pozíciót, hogy ő igenis belép a támadásokban, de ugyanakkor egy másik játékos viszont fölveszi ezt a pozíciót, hiszen egy besült, vagy úgymond besült, egy jó zárt védekezésnél, ha nem tudsz bemenni, akkor egy visszapasszal őt mindenképp meg tud játszani, és ez a játékos forgatja a játékot. Szóval ebben a szerepkörben akár tulajdonképpen a három középpályásunk adott helyzetben hozhatja azt, hogy bármelyik kerülhet ebbe a pozícióba. Szóval a középpályás sorunknak, vagyis a középpályáknak nagyon fontos lételme ez a fajta kreativitásuk, ez a fajta felismerésük, hogy abban a pozícióban ő kerülhet, és abban a pillanatban ő lesz az a játékos. És ezt tudnia kell. Na nézzük akkor, ezt így fordítsuk most le a te fiaidra, mert ugye az élet nem áll meg. Ugye alig néhány hónapja volt ez az igazságtalan, viszonylag méltánytalan döntés, amiért lemaradt az EB-ről a csapatod. Most meg ugye már egy új csapat kezdi meg a menetelést az EB-re. Kiheverted ezt a csalódást? Nem volt egyszerű, akkor beszélgettünk róla. Nem volt egyszerű, de én azt gondolom, hogy, és a legnagyobb elismerés ez a Magyar Labdarúgó Szövetség részéről, hiszen a főtitkár úr, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetség fogadott minket, és ők is elmondták, hogy ők ezt abszolút úgy fogadják, mint hogy mi ebbe bekerültünk, bejutottunk az EB döntőbe, és a gyerekek felé lett egy nagyon kedves és szimpatikus hozzáállás, de a média és a közvélemény is elismerte azt, illetve a futballszurkolók is, hogy igenis mi megtettük azokat a lépéseket, nem rajtunk múlott. Egy nagyon rossz döntés, rosszul érintett minket, de hát ez van, nem tudsz ilyen helyzetben nagyon nehéz bármit is mondani. Mi tettük a dolgunkat, ennyi volt a kötelességünk. A jelenlegi helyzetben tulajdonképpen egy 2 éves időszak zárul le, vagy zárult le, hiszen mint ahogy a 95-ösöknél korábban, most a 96-osoknál egy 2 éves olyan szakmai munka folyamán jutottunk ide el, ahol bízni lehet abban a befektetett munkában, időben, amit tulajdonképpen ezek a játékosoktól várni lehet ebben az EB sorozatban. Hogy mi lesz belőle, nem tudom, de az biztos, hogy ezek a gyerekek bármikor nyúlhatnak olyan repertoárhoz a pályán belül, a mérkőzésen belül olyan lehetőségeikhez, amiket begyakoroltunk, amiket
ami tulajdonképpen önbizalmat, hitet kell adjanak nekik a befejezésekhez, illetve a játékban való döntéseikben. Ezek a repertoárok, ezek a begyakorolt szisztémák, amivel ők képesek lesznek ebben teljesíteni. Én azt gondolom, egyénileg is jó játékos keret alkotja a csapatot, illetve csapatként is már jól működnek, van stílusa a csapatnak. Nagyon bízom benne, hogy ez már a mai naptól ez meg fog mutatkozni. Az egyértelmű célod a továbbjutás? Igen. Ez a célunk, és természetesen itthon van az EB, szeretnék megnyerni a csoportot. Szeretnétek megnyerni, ugye? Akkor azt jelenti, hogy itten három győzelem? Két győzelem, egy döntetlen, olaszok. Igen, mert hogyha azt nézzük, hogy a továbbjutásnál a pontok számítanak is, nem a helyezés, akkor nagyon fontos lesz minél több pontot szerezni, hiszen az elit randban való kvalifikálás az akár a sorsolást, vagy ugye a sorsolást hozhatja számunkra úgy kedvezőbbé, hogy akár onnan az EB döntőbe egy úgymond könnyebb csoportból is be lehetnek erről. Mennyit tudtok, mennyire alaposan tudtatok felkészülni az ellenfelekből? Kaptunk anyagokat, ismerjük azért nagyon sok nemzetközi meccset játszottunk. Az olaszokkal izraeli tornán játszottunk egymás ellen, ismerjük őket. Az albánokról kevesebbet tudunk, de őket van lehetőségünk megnézni az első mérkőzést, majd ők az olaszokkal játszák. Mi a Liechtensteinnel kezdünk. A Liechtensteinről több anyagot kaptunk, úgyhogy képbe vagyunk velük kapcsolatosan. No, akkor ha már itt többször szót ejtettél arra, hogy taktikailag felkészültek a srácok, felkészítetted őket, akkor itt arra lennék nagyon kíváncsi, hogy ennyi egy ilyen U15-es válogatottat, hogyha kimegyünk és megnézünk telkiben, akkor milyen stílus meg arculatot fogunk látni? Látunk majd összefüggést a játéka is a között, amit mondjuk a felnőtt válogatott játszik a VB-selejtezőkön? Tehát van-e egy ilyen egységes rendje lefelé menésbe a korosztályokban a magyar válogatott? Ha most figyelembe veszük a mérkőzésen kialakult helyzetet a felnőtt válogatottnál, és az első 25 percet kivéve, abszolút lehetett látni, hogy a magyar csapat feljebb tolta a védekezését, és egy agresszívabb, mert a mérkőzés kimenetele határozta ezt meg, hogy nekünk feljebb kell menni. Hát és onnantól kellett megszerezni azokat a törökök által kifejelt meg hitett labdákat, és azokat leosztogatni. Na most ez a fajta stílus, ez a fajta filozófia, ami tulajdonképpen a második részében egyrészt rákényszerült, másrésztben nekünk saját sorsunkat kellett ugye kézbe venni, a magyar felnőtt válogatott, és ez nagyon jól tudta, és alkalmazta, hiszen nagyon sok labdát szerzett az ellenfél térfelén, vagy a középső zónában, és ebben fölbátorodva, természetesen kellett ez az első gól is, de ugyanakkor a második mérkőzésen nagyon sok olyan játékhelyzet, játékszituáció alakult ki, amiben létszámelőnyös helyzetet hozott számunkra, és nagyon jól szereztük meg ezeket a labdákat. Most a korosztályos válogatóknak a alapfilozófiájában benne van az ellenfél térfelén, vagyis a pressing játék, amiben egy nyomásra való késztetés az ellenfélnek, és ebben óriási jelentősége van ennek a fajta beállítódásnak, hogy mi már elkezdjük ezt a fajta pressinget akár az ellenfél térfelén, természetesen nem ész nélkül, de ugyanakkor egy nagyon tudatos, hiszen ez a pozíciós játék valahol mindig egy létszámelőnyös helyzetet fog teremteni ez a felállásunk, és ebben bízunk, hogy ezek a begyakorolt, betanult dolgok, ezek hatni fognak, és ez mindig be fog a játékosok fejébe meg fog jelenni. És én külön örültem annak, hogy a második félidőben a felnőtt válogatott ezt a fajta filozófiát, amit tulajdonképpen nagyon jól alkalmaztak. Akkor azt a testrácaid látták? Igen, és föl is hívtam a figyelmet, hogy mennyire jól alkalmazzák, és mennyire jól reagálták le ezt a... nem kell félni, nem kell behátrálni, és nem kell attól félni, hogy... Szóval egy nagyon őszinte felismerése kell, illetve hát ez az alapoktól, ugye a fundamentum az a legfontosabb, hogy az alapképzésben, akár a gyerekeknél már legyen benne, hogy ne hátráljál be, hanem bátran vállalt föl annak a lehetőséget, hogy te megszerezd a labdát, hiszen itt 11 játékosnak együtt kell gondolkodva, meg kell szerezni a labdát. Szóval itt egy nagyon komoly stratégiáról van szó, de ugyanakkor nem mész hátra, hanem már ott vagy közel a ellenfél kapujához. No. Ebben óriási jelentősége van ennek. Na akkor viszont ehhez meg tényleg minden jót nektek, hogy sikerüljön ezt a gyakorlatban megmutatni a következő napokban Telkivel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és jó szereplést! Én is köszönöm a lehetőséget.